Folyamatosan ellenőrzik a rendőrök a kijárási korlátozások betartását Tolna megyében. Szombat óta a 65 év felettiek csak délelőtt 9 és 12 óra között vásárolhatnak az élelmiszerüzletekben, a gyógyszertárakban és a drogériákban. A fiatalabbak pedig 9 óra előtt vagy délután. Jó, jó, jó. Szombat óta az élelmiszerboltok, a gyógyszertárak és a drogériák környékén váltott műszakban járőröznek a rendőrök, ugyanúgy, mint a polgárőrök és több helyen a honvédség is. A cél nem a büntetés, hanem hogy a jog szabályok betartatásával lassítsák a koronavírus terjedését. Az első napok tapasztalatai alapján az egész országban fegyelmezetten viselkednek az emberek, erről beszélt az Operatív Törzs ügyeleti központjának munkatársa. Elsődleges tapasztalataink azok, hogy a magyar lakosság megértette az új szabályokat, hogy a szabályoknak alapvetően azt a cél kell szolgálnia, hogy annak betartásával a járványnak a csökkentését, lassítását kívánjuk előirányozni. A szombaton bevezetett kijárási korlátozás értelmében az otthonokat csak munkavégzés, bevásárlás vagy egyéni sportolás céljából lehet elhagyni, illetve akkor, ha valaki éppen orvoshoz vagy kórházba megy. Bevásárolni pedig boltban, piacon, dohányboltban, benzinkúton, drogériában, állateledelboltban lehet, de fodrászhoz és manikűröshöz is lehet menni. Azok, akik nem tartják be a szabályokat, akár elzárással is büntethetőek.